A Kesi Solymok U16-os csapata nyerte meg a Kecskeméten megrendezett 3-3 magyar jégkorong bajnokság tegnapi döntőjét. 8-5-re győztek az FTC ellen az utolsó mérkőzésen a Kecskeméti Solymok. A Magyar Jégkorong Szövetség által szervezett bajnokság döntője során Szabó István edző elmondta, hogy a kispályás tornák jelentősen hozzájárulnak a játékosok fejlődéséhez. Ennek is az edzésekbe fektetett rengeteg energiának köszönhető, hogy kimagasló teljesítményt nyújtanak a játékosok. Nem ritka, hogy kecskeméti játékosokat igazolnak nagy múltú csapatokhoz, olyan eset is előfordult már, hogy az U16-os keretből felnőtt csapatokhoz kértek kölcsön helyi növendékeket. Szeberényi Gyula Tamás sportért felelős alpolgármester örömét fejezte ki, hogy a híres város olyan feltételeket tudott teremteni, amelyek megfelelőek a magyar bajnokság mérkőzéseinek lebonyolításához.